Nagy mennyiségben készül a halászlé a Radó-szigeten. A szegedi halászcsárda a legkisebb bográcsát állította fel, amiben 1500 liter halászlé készül. Nagyon komoly tétellel készültünk, erre a szombati napra egy 1500 literes bográcsot hoztunk el, ami azt jelenti, hogy akár 3000 adagot is el tudunk mérni. Egy egész hűtőkocsi halacskánk van itt, hát remélem, hogy nem marad már vasárnapra belőle. Harcsából és tükrös ponyból főzik a klasszikus szegedi halászlevet, amely gondos előkészítést igényel. Ki van filézve a hal, és a hal csontból, haj, fejből, meg a jófajta makói hagymából készítünk egy alaplevet, de ami a legfontosabb, hogy ezt nagyon át kell passzírozni, csak a fehér csont maradjon, és ilyen sűrű kell a leve, akár cumi süvegben is lehetne adni a gyerekeknek, de és aztán ebbe a lébe főzzük ki a kifilézett kockára vágott halakat, belerakjuk a kisbográsba, és aztán jó ízért megeszi a kedves vendég. A szegedi mellett a sziget közé a bajai, a balatoni halászlevet is megkóstolhatták a résztvevők. Sőt, harcsa paprikás halburger, harcsa gírosz, harcsa csinta, egészben sült süllő is várta a halételek kedvelőit. Körülnéztem itt az imént, és meg fogok kóstolni én is egy halászlét egyébként. Van szegedi, bajai, szigetközi és balatoni is, és a hangulat is jó. Én véleményem szerint önmagában a halászlé fogyasztás vagy a halfogyasztás az Magyarországon egy központi téma, kultúrája van, ráadásul rendkívül egészséges, és itt a helyszínen pedig még ezt a halfogyasztást, itt a Zene Pavilonból különböző programok egészítik ki, úgyhogy mindenképpen, és beszélgettem itt néhány személlyel, néhány győrivel, ők maximálisan elégedettek. Magyarországon az egyfőre jutó éves halfogyasztás mennyisége átlagosan 6, míg az EU-ban 24 kg, de örvendetes tény, hogy az elmúlt 10 évben nőtt a halfogyasztás hazánkban. Az ehhez hasonló rendezvények pedig népszerűsítik az egészséges és finom halételeket. Régóta dédelgettem magamban azt az álmot, hogy egy ilyen halas halfesztivál vagy halnapokat tudjak itt rendezni. Ide álmodtam erre a szigetre, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez sikeres program volt, sikerült végre idehozni ezt a rendezvényt. Természetesen ehhez szükség volt a város együttműködésére, és az ő közvetítésükkel megkaptuk a helyszínt, és aztán sikerült összerakni ezt a rendezvényt, amit itt láttok körülöttem. Az ételek mellé programokat is kínáltak a szervezők, délben jó ebédhez szólt a nóta a Zene Pavilonban. A két nap alatt gyermekrendezvények és koncertek tették hangulatossá az első győri halnapokat a Radó-szigeten.